Köszöntöm a Hegyvidék Televízió nézőit, Kultúrpont című műsorunkat látják. A Hegyvidéki Önkormányzat 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepi műsorán a Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 7. C osztálya időutazók címmel tartott előadást. Majd Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára felidézte diákkori emlékeit. Ezt követően pedig átadták a kerületi kitüntetéseket és díszdiplomákat. Akkor induljon az időgép. 5, 4, 3, 2, 1. Indítás! Köszöntöm Önöket a stúdióban! Mindannyian részt vettek az 1956. október 23-án történt eseményekben. De mi is történt valójában? A kivetítőn folyamatosan láthatják a kérdéseket, melyeket Önök küldtek be számunkra. Az október 23-ai események az egyetemistáktól indultak, ezért hozzájuk szól első kérdésünk. Miért indultak tüntetni? Elegünk lett a sztálinista elnyomásból. 16 pontba foglaltuk követeléseinket. Mindezek mellett együttérzésünket akartuk kifejezni a lengyelországi események miatt. Az egész békés felvonulásnak indult. Emlékszem, izgalomban égett az egész város, mert a tüntetést először betiltották, majd 2:30-kor a rádióban hallottuk, hogy engedélyezték. A Műszaki Egyetemről gyülekeztünk, és onnan indultunk tanárainkkal együtt. Mi egyenesen a Bentérre mentünk, de voltak, akik a Petőfi szoborhoz indultak. Igen, én a Petőfi szobornál voltam. 3 órára más főiskolások, az egész bölcsészkar és sok gimnazista is csatlakozott hozzánk. Sokan beszédet mondtak, elszavalták a nemzeti dalt is. Függetlenség, szabadság, lengyel-magyar barátság, Rákosiból elegünk, új vezetés kell nekünk, Veszengerő! Kedves nézőinknek mondom, hogy innentől számítják a tüntetés kezdetét. A felvonulók ekkor már 10-15 ezeren voltak. A tömeg az Asztóriához, majd a Nyugati térre vonult, és közben egyre több rendszerellenes jelszót kiabáltak. Kossuth a mi példaképünk, Ruszkik haza! A változást követelő békés tüntetés Gerő Ernő esti rádióbeszéde korbácsolta fel. A második kérdés Gerő Ernőhöz szól. Mit mondott ebben a beszédben? Biztosítottam Magyarország népét, hogy minden körülmények között megvédjük szocialista vívmányainkat. E vívmányokat minden körülmények között megvédjük, bármely oldalról fenyegessék is. Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megpróbálják megingatni a munkásosztály hatalmát. Nem engedjük, hogy burzsoá, népelnyomó rendszert hozzanak létre. Gyilkos! A beszéddel sikerült lecsillapítani a kedélyeket? Sajnos nem. A tömeg hisztérikusan vonult tovább, és szobrokat kezdett rongálni. Káosz volt mindenütt. Tudtam, hogy ezt meg kellett fékezni. Ki is vezényeltem a Pilis Csabai páncélosokat a rádióhoz, de ők megtagadták a parancsokat. Ez pánikot okozott. Később lövöldözés kezdődött, melyben emberek haltak meg. A felkelők lopott fegyverekkel megostromolták és elfoglalták a rádiót. Népelnyomó! A tüntetés így vált az AVO elleni fegyveres felkelésé. A tüntetés után Nagy Imre többször is beszédet mondott. A következő kérdés hozzászól. Mire kérte a magyar népet? 23-án este kértem a bizalmukat, és hogy legyenek nyugodtak. A kormány megteszi a lépéseket. Kértem, hogy békésen menjenek haza. A tömeg hogyan reagált erre? Aznap este sok volt az indulat mindenkiben. Szavaimat meghallgatták ugyan, de nem fogadták meg. És miről szólt a másnapi beszéd? Budapest népéhez szóltam. Kértem a fegyveres harc beszüntetést. Mentességet ígértem azoknak, akik a fegyvert leteszik. Bizalmat kértem, és megbékélést ígértem mindenkinek. Ezzel a régi kommunista kormány megbukott. Gerő Ernőt leváltották, és helyét már 25-én Kádár János foglalta el a párt élén.
A következő kérdés neki szól. Milyen helyzetben vette át Gerő helyét? A fegyveres harcoknak nem lett vége. Néhány orosz katona is a fegyveres felkelők mellé állt. Szerotov tábornok azonban szétoszlatta őket. A Kossuth téren sokan meghaltak közben. Ellenforradalmárokkal csak a fegyverek nyelvén lehet tárgyalni. Aljas áruló! Ezzel vége lett a fegyveres harcoknak? Nem, sőt, még tovább erősödtek. Főleg a Korvin közben volt rendkívül heves ellenállás. A felkelők bázisokat építettek a szűk utcákban, és erősen védték azokat. Ezzel nemzeti szabadságharc kezdődött el, míg végül október 28-án a fegyveres felkelőkből igazolvánnyal ellátott nemzetőrök lettek. A forradalom győzött, a rend ismét helyreállt. Közben Nagy Imre már 27-én új kormányt alakított, és november 1-én kikiáltotta Magyarország függetlenségét. A szovjet politikai vezetés kezdetben hajlandóságot mutatott a megegyezésre, de már előre eldöntötte a katonai beavatkozást. Így november 4-én a szovjet csapatok mégis háborút indítottak az ország ellen. Operátorok, hallgassuk meg, mi történt. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Az orosz támadás azonban az ország nem tudta elhárítani. Nagy volt a túlerő. Szergej Igracsovhoz szól a kérdés. Hogyan zajlottak a harcok? Nyepányi Májú. Elnézést kérünk, nem aktiváltuk az orosz fordítómodult. Operátorok, kapcsolják be a fordítást. Újból megkérdezem. Hogyan zajlottak a harcok? A támadás Zsukov Marshall vezette. Őszintén szólva nekünk végig azt mondták, hogy náci németek ellen fogunk harcolni. Hogy végül magyarokkal harcoltunk, nem is tudtuk. Páncélosaink könnyűszerrel jutottak előre. Az ellenállás hősies, de hiába való volt. Bár a Korvin közel meggyűlt a bajunk, sok katona esett el. Mi csak parancsot teljesítettünk. És a parancs az parancs. A világ legerősebb hadseregét néhány napig fiatal fiúkból álló felkelők kis csoportja tartóztatta fel, de végül a Korvin köz is elesett. Mielőtt műsorunk befejeznénk, a tüntetőkhöz szólna utolsó kérdésünk. Mit akartak elérni? Mi volt a felkelés célja? Nem akartuk a rendszert megdönteni, csak demokratikus változásokat és a nemzeti szabadságot szerettük volna elérni. Nem akartunk tovább rettegni és idegen katonákat látni Magyarországon. Mielőtt utazóinkat visszaküldenénk, minden itteni emléküket törölni fogjuk. Amikor visszajönnek saját idejükbe, semmire sem emlékeznek majd a most elhangzottakból. A magyar szabadságharc elbukott. Sok százezren hagyták el az országot, hogy elmeneküljenek a megtorlások elől. Nagy Imre nem menekült el, és sok társához hasonlóan perbe fogták, majd végül kivégezték. Több mint 400 embert végeztek ki, és 20 000-et ítéltek börtönbüntetésre. Elsőként induljanak a régi vezetők. Operátor memória törlést. Most induljanak a tüntetők. Operátor memória törlést. Végül önnyi miniszterelnök úr. Operátor memória törlést. Hol van a memória törlővel? Miniszterelnök úr, így nem mehet vissza, hogy tudja, mi vár önre. Ott a helyem a nép mellett. Bármi történjen is, vállalom. Legyen hát, indulhat az időgép. Az időutazókat látták, köszönjük figyelmüket! A Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola ünnepi műsora után Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára felidézte diákkori emlékeit a forradalomról. Magyarország és mi magyarok 57 évvel ezelőtt beírtuk magunkat a 20. század krónikájába. Tudjuk, a legnagyszerűbb eszmék nagyon egyszerűen is megfogalmazhatók. Közülük sokat akár egyetlen szóval is ki lehet fejezni, szabadság, igazság, helytállás, becsület, könyörület, remény.
Ezek az eszmék hatották át 1956. októberének utolsó napjait is. A forradalom kitérését követően a magyar nemzet mindössze 2-3 nap alatt kivívta a szabadságát. A kommunizmus hazugságtengerén keresztül pillanatok alatt felszínre tört az igazság. Kijelenthetjük, hogy az 1917-es emberek 10 millióinak halált, 100 millióinak szenvedést hozó hamis szovjet októberi pucsra Magyarország egy igazi, az egész szovjet rendszert megrázó forradalommal adott határozott választ kommunista eszmevilágnak és annak zsarnokainak. Hölgyeim és uraim, az 56-os megemlékezések a dolog természetéből fakadóan a jelen fiataljainak visszaemlékezéseiből áll. Engedjék meg, hogy egy olyan ember is mondjon néhány szót a saját emlékeiről, aki 56-ban középiskolás volt, és aki helyzeténél fogva, és az anyai tiltás ellenére ott volt az események legtöbbjénél. A Alkotmány utcai Kereskedelmi Akadémián jártam középiskolába, ahol 56. augusztus 21-én beíratták a mi ellenőrzőnkbe, hogy tudatjuk a kedves szülőkkel, hogy az iskola az elkövetkezendő napokban semmilyen hivatalos rendezvény nem tart, és kérem, hassanak oda, hogy a gyermekük ezekben a napokban otthon tartózkodjon. Ez volt 21-én. Ezt ugye azt az elsőt azt letiltották. Ennek megfelelően, ha én nem is otthon, de Margit-szigeten, abban a csónakházban voltam, ahol a fiatalságomat töltöttem, és onnan ráláttunk a Margit-hídra, és azt láttuk, hogy kora délután megindult a villamosok leálltak előbb, és a Margit-hídon, a Margit-híd megindult. Nem is a tömeget láttuk, hanem azt, hogy mozog a Margit-híd, áramlik a tömeg Pest felől Buda felé, a Bem tér felé. Hát mi, akik budapesti építők feliratunk, melegítünk, ott kitalpaltunk a hídfőre, és akkor láttuk, hogy mi a helyzet. Majd visszamentünk, felöltöztünk, és akkor igen kedves barátom, édesapja a rádióban dolgozott, milyen egy 15-16 éves kamasz, nézzük meg, hogy mi van az apukájával. Elmentünk a rádióhoz, ahol már a tömeg a Múzeumkertbe, a Bródi Sándor utcába, meg egyáltalában ott azon a részen egyre jobban besűrűsödött. Nem, azt nem láttuk, hogy mi volt elől. De aztán olyan volt, hogy se előre, se hátra nem lehetett menni, úgyhogy ott egy páran, akik ott együtt mentünk a csónakázból, beszorultunk a Múzeum kertnek a kerítése, tehát a kert felőli belső kerítése felől, és előttünk egy olyan 50-100 méterrel folytak aztán olyan éjjel 11-ig, éjfélig az események. Erről tudni kell azt, hogy 56. 23-án estéjén az első lövések azok a rádiónál hangzottak el. Később aztán már hozták ilyen nagy billen dömperekkel a hozzám hasonló korú hallgatóim bizonyára emlékeznek ezekre a serleges billencsekre. Azokon hozták ilyen barna csomagoló papírba a gyakorlópuskákat, és hát tulajdonképpen ott indult meg az a fegyveres harc, amely aztán 2-3 nap múlva a győzelemhez, majd még később november 4-éhez és a szovjet csapatok visszajöveteléhez vezetett. Ezt követően a kerület oktatási intézményeiben dolgozó kiemelkedő teljesítményt nyújtó közalkalmazottak munkáját kitüntetésekkel ismerték el. Így többek között életműdíjat, Eötvös József gyűrűt, Hegyvidéki Ifjúsággér díjat és segítő kézdíjat adtak át. Televíziónk műsorvezetőjét, Krassó Lászlót, a Magyar Rádió elnöki hivatalának korábbi igazgatóját is elismerésben részesítették újságírói tevékenységéért. Krassó Lászlót meglepetésként érte az oklevél. Ha valamire egyáltalán én büszke lehetek, akkor az az, hogy egyetlen dolog, amihez értek, az az interjúkészítés. Tehát beülök emberekkel a stúdió magányába, és ott meg tudom úgy nyitni lelkük ablakait, hogy őszintén beszélnek azokról a dolgokról, amely dolgokról szívesen hallanék én, és hát merem remélni, hogy a kedves televízió nézők is. Amit a szakmában nem szeretek, legalábbis amikor hallok és látok interjúkat, az az, hogy az én kollégáim nagyon sokszor felkészületlenül ülnek oda,
a televízió képernyője elé, a mikrofon elé. Ez természetesen nem a mi televíziónkra értendő, mert én itt nem látok kivetni valót a fiatal kollégáimnak a munkájában, de nagyon sokszor tapasztalom azt rádióriportok hallatán, televíziós interjúk nézésekor, hogy bizony, mintha egy kicsit megváltozott volna az a követelmény, amelyet annak idején támasztottak, azokkal szemben, akik vállalták ezt a munkát. Tehát nem elég felkészültek az emberek, a másik nagy szívfájdalmam pedig az, hogy nem beszélik szépen édes anyanyelvünket. Hogyha például azon lehet javítani, hogy tudjanak az újságírók, a riporterek kerek mondatokban fogalmazni, és ezt helyesen magyarul tudják megtenni, akkor jó útra térhetünk. Találkozom én időnként olyan újságíró hallgatókkal, akik tanult szakmájuk szerint lehet, hogy rádióriporterek, televíziós riporterek lesznek, ott már e tekintetben én látok bizonyos fejlődést, tehát optimista vagyok e tekintetben, hogy nem is az oly távoli jövőben ez a helyzet változni fog. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóján koszorúzással emlékeztek meg. A Gesztenyéskertben lévő 56-os emlékművet a Hegyvidéki Önkormányzat nevében Pokorni Zoltán polgármester, valamint Dr. Váci János, Fonti Krisztina és Kovács Lajos alpolgármester koszorúzta meg. A festészet napja alkalmából a Hegyvidék Galéria idén is falai közül kilépve festészettel tölti meg a Városmajor utca és környékének kirakatait. 12 hegyvidéken élő és alkotó művész képeit tekinthetik meg a járókelők a mindennapi rohanás közepette. A galéria nem titkolt célja, hogy megállítsa egy-egy pillanatra a munkába, vonatra, iskolába igyekőket, és megszólítsa őket a kortárs művészettel. A kirakattárlat október 31-ig látható. A Hegyvidék Galéria minden évben megrendezi a kirakattárlatot, októberben a festészet napja alkalmából. A festészet napja az október 18-ára esik, és így mi is ekkorra időzítjük ezt a tárlatot. Egy nagyon különleges kezdeményezés, amely már több éves múltra tekint vissza itt a Hegyvidéken. A kiállítás a Városmajor utca és a környező utcák üzleteinek a bevonásával készül, és tulajdonképpen az ő kirakataikat használjuk fel kiállító térként. Ezáltal is igyekszünk kilépni a galériából, mint egy bezárt intézményből, és közelebb hozni a művészetet azokhoz, akik nem a galéria látogató közösséget tagjai. Minden évben szeptemberben vesszük fel a kapcsolatot mind az üzletekkel, mind a művészekkel. Általában preferáljuk azt, hogy személyesen látogassunk el az üzletekbe, habár a legtöbben ismernek minket, és pontosan tudják, hogy ebben az évben fogunk jönni, de hát az újabb üzlet tulajdonosokkal is szeretnénk felvenni a kapcsolatot. Igyekezzük megszólítani a járókelőket, az utca emberét, aki mondjuk reggel a munkába rohanva megveszi a reggeliét, vagy esetleg megáll bámészkodni egy kirakat előtt, és akkor hirtelen találkozik egy festménnyel, egy műalkotással, amire nem számított. Itt állunk Titkó Ildikó képe előtt, ami tulajdonképpen egy rézmetszet. Ő az egyetlen grafikusa ennek a tárlatnak, és ez a Kávészünet című képe, ami tulajdonképpen egy életképet próbál megjeleníteni, és ez ugye azért került egy pékségbe, hiszen ez is egy ilyen pillanatnyi kis szünetet jelent, amikor magunkhoz vehetünk valami táplálékot, vagy egy kis frissítőt.